Szép délutánt kívánok mindenkinek, mindjárt belevágunk csak a technika. Addig én előre is elnézést kérek, hogyha olyasmiről beszélek, ami mindenki számára evidens, de talán azzal kezdeném, hogy a perzsa az nem annyira ismert nyelv, mint amilyen mondjuk a török. Ma perzsául, a perzsa hivatalos nyelve Iránnak, emellett hivatalos nyelve Afganisztánnak Dári néven, és Tadzsikisztánnak, mint Tadzsik, tehát a közép-ázsiai perzsa, az afganisztáni és az iráni perzsa. Az az irodalmi hagyomány, amelynek a könyvekben manifestálódott emlékeiről itt szó lesz, az a 10. században alakul ki Közép-Ázsiában az iráni területeknek a keleti részén, és később számos irodalmi hagyomány rahat megtermékenyítőleg szolgál modellként az oszmán töröknek, a közép-ázsiai töröknek, vagy akár az urdúnak is. Az a kulturális tér, amelyben a perzsa nyelv nagyon sokáig dominánsan jelent meg, az egy térben és időben változó geográfiai tér. A legnagyobb kiterjedésekor, mondjuk Boszniától tartott a nyugati részeken, a keleti vége ennek a területnek a mai Banglades környéke, tehát Bengál volt, és északon pedig mondjuk Közép-Ázsia jelentette a határt, délen pedig Dél-Indiában az Arkoti fejedelemség. Ami a keleti gyűjteménynek, az Akadémiai Könyvtár keleti gyűjteményének a perzsa kézirat kollekcióját illeti, itt összesen 156 kötetnyi könyvről van szó, tehát ez egy nem túl nagy gyűjtemény, de annál sokszínűbb, és az előbb emlegetett geográfiai térnek szinte minden egyes területéről vannak benne példányok. Én itt természetszerűen csak az oszmán birodalomból származó kéziratokról fogok beszélni, de azt azért megemlítem, hogy a kézirat gyűjtemény legnagyobb anyaga az Indiából származik. Van egy kisebb anyag, utána következik az oszmán anyag, aztán jön egy közép-ázsia, és furcsa módon, de ez a magyar iranisztika történetével van összefüggésben, furcsa módon a legkisebb anyagunk az Iránnak a területéről származik. A magyar iranisztika az viszonylag későn kezdődött, a 19. század második felében. Ugye, ahogy az oszmán törökséggel való, meg a törökséggel való foglalkozás, az Magyarországon nemzeti tudománynak számít, az iranisztika nem. Más európai... Valakinek üzenete van. Más európai népekkel szemben nem nagyon volt kapcsolatunk a perzsa birodalommal, így aztán onnan kéziratok nagyon kis számban kerültek ide. Áttételesen kerültek a gyűjteménybe perzsa kéziratok. A 156 kötetből összességében 26-30 közötti az olyan, amelyre azt lehet mondani, hogy valamilyen szempontból oszmán vonatkozású. Nem szép mozás, igen. Néhány szót szólnék a gyűjtőkről, akiktől az oszmán anyag származik. Ismert figurákról van szó, vagy legalábbis az itt jelenlevők számára ismert figurákról van szó. Szilágyi Dániel-től származik a második legnagyobb gyűjtemény, de időrendben mindenképpen az övé az első. Ő egy könyvkereskedést működtetett Konstantinápolyban, és az ő hagyatéka az akadémiára került az ő halála után. Vámbéri Ármintól van néhány darab perzsa kéziratunk, neki a török anyaga sokkal nagyobb. A Karácsony Imrétől van összesen kettő, ő Isztambulban halt meg 1911-ben, és a hagyatéka úgy tűnik, hogy a győrvárosi könyvtárba került, és Győrből került aztán az akadémiára ez a két kézirat, amelyről szó van. Kérem a következő. Túri József talán kevésbé ismert, nyelvészettel, török nyelvtörténettel, irodalomtörténettel foglalkozott.
vámbéri tanítvány volt, és két hétig volt a török filológiai tanszéknek, vagy a török tanszéknek a vezetője, nagyon hamar bekövetkezett haláláig. Ő 1884-ben járt Isztambulban, és az ő hagyatékából is mindösszesen két darab kézirat van, ami beazonosíthatóan tőle származik. Kégl Sándor volt a könyvtár perzsa gyűjteményének a legnagyobb gyűjtője. Ő egy angol könyvkereskedőn keresztül vásárolta a kéziratokat, és ezek az ő kéziratai nagyobb részt Indiából származnak. Talán egy vagy két olyan kézirata van, amely az Oszmán Birodalomból származik. És akkor mindenképpen szólni kell Korvin Gáborról, aki geofizikus, és a keleti könyvtárnak az egyik legnagyobb élő jótevője. Több millió forintot ajándékozott évente a könyvtárnak állománygyarapításra. Volt, amikor pénzt adott, és volt, amikor kéziratokat. Egy darab olyan kézirat van, perzsa kézirat, amely az ő adományaiból származik. Ami a kéziratnak a kéziratok katalogizálását és a kéziratokkal való foglalkozást illeti, először a Szilágyi hagyatékról Kunos Ignác írt a 19. század végén, de nem említi a perzsa kéziratokat. Kégl Sándor volt az, aki először a kéziratok katalogizálásába belekezdett, aztán a 70-es években történt egy kísérlet a perzsa kéziratok katalógusának elkészítésére. El is készült egy kézirat, de ez Jeremiás Éva nevéhez fűződik, de ez a kézirat nyomtatásban sohasem jelent meg. Néhány szót mondanék arról, hogy a perzsa milyen szerepet játszott az Oszmán Birodalomban. Az oszmánok tulajdonképpen a perzsát, mint a kultúra nyelvét megörökölték a szeldzsukoktól, és egészen úgy a 15.-16. század fordulójáig a perzsának igen jelentős szerepe volt az Oszmán Birodalomban is, egészen addig, ameddig az oszmán irodalmi kánon ki nem alakul, a irodalmi paradigma létre nem jön, és az irodalmi kánon, amely modellül szolgál a későbbi szerzőknek, az létre nem hozódik. Hogy egy példát mondjak erre, hogy mekkora szerepet töltött ekkoriban be a perzsa, egy Latifi nevű irodalom kritikus, II. Bajezid korának nagy költőjéről, Ahmed Pasáról a következőket írta. A perzsa nyelven fellelhető könyveket és divánokat tökéletesen utánozva és alaposan megvizsgálva imitálta, a bennük található tanulságokat és művészi alapokat átgondolta és hasznosította. A mondani való egy tisztatású szépség, akit minden alkalommal új ruhába öltöztetnek. A fenti soroknak megfelelően a mondani való perzsa kifejezések öltözékébe öltöztetett szépségét, a török nyelv köntöséből csillogó ruházatot készítve új külsőbe és csillogó köpenybe burkolta. Tehát Ahmed Pasa a perzsa szerzőkön tanulta meg az irodalmi szövegeknek a szövegalkotásának a művészetét. Török költészetben, oszmán török költészetben nagyon sokáig a perzsa szerzőknek, a perzsa klasszikusoknak a munkái referenciaként, hivatkozási alapként szolgáltak. Például a következő pár vers Nedzsátitól, ugye arról szól, hivatkozik egy Kemali Hodzsendi nevű perzsa költőre, aki 1401-ben halt meg, és az utolsó Timurida kor előtti nagy perzsa költőről van szó. Így hangzik a párvers magyarul. Nedzsáti elmélységét hallotta Kemál, és e szavakat hallva a tökéletességre, magyarán a Kemálra kezdett ő maga is vágyakozni. Ahogy kialakul az oszmán költészeti, illetve az oszmán irodalmi paradigma, létrejön az oszmán szövegkánon, egyre inkább veszít a jelentőségéből a perzsa. Tulajdonképpen a perzsa nem csak úgy van jelen az oszmán birodalomban, mint perzsa szerzők művei, tehát nem csak perzsa szerzők műveiként van jelen, hanem oszmán szerzők is írnak perzsa nyelvű munkákat. Az ilyen munkák egyre
kevesebbet vannak jelen a 17.-18. században. Elsősorban két spirituális közösség, a Mevlevi és a Naksibendi az, amelyhez tartozók perzsa nyelvű műveket írnak még a 18. század vége fele is. Hogy illusztráljam azt, hogy mennyire veszít a jelentőségéből a perzsa a 18. század végére, fölidézem Hodzsa Neset, vagy Neset Efendi alakját, aki maga egy naksbendi szerzetes volt. Ő 1807-ben halt meg, és ő volt az utolsó ilyen nagy, elismert perzsa tudós Isztambulban. Rengetegen tanultak tőle perzsául, és egyszer egy gyűlésében megkérdezte tőle egy kekeckedő alak, hogy igaz-e, hogy a perzsa az a pokol nyelve. Amire ő azt válaszolta, hogy ez elképzelhető, de akkor is meg kell tanulnunk perzsául, mert nem tudhatjuk azt, hogy a halálunk után hova fogunk kerülni. Az elménységen túl ez az anekdóta azt is jelzi, hogy mennyire veszített a perzsa jelentőségéből, sőt a közgondolkodásban mennyire negatív konnotáció járult hozzá egyre inkább. Ha körülnézünk a törökországi könyvtárakban, kézirattárakban, akkor azt látjuk, hogy hihetetlen mennyiségű perzsa kézirat van ezekben a könyvtárakban. Az Oszmán Birodalomban rengeteg perzsa munkának a másolata készült, és mint említettem, oszmán szerzők is írtak perzsa nyelvű munkákat. Először egy tulajdonképpen, hát még nem oszmán szerző, de minden esetre a legrégibb kézirat a keleti gyűjteményben, amely a mai Törökország területéről való valószínűleg, ez Szultán Velednek a Rebábnáme című munkájának a kézirata. Azt lehet talán ott látni, de nem biztos, hogy hátul látják. A Hidzsra szerinti 743-ban készült, ez körülbelül 1343-nak felel meg, hogy hol és ki készítette, az a kolofonból nem derül ki. Ez egy 40 ezer párversből álló elbeszélő költemény, amely a szufizmusnak különböző kérdéseivel foglalkozik. Mehetünk tovább. Van a gyűjteményben néhány különleges kézirat. Azt is elmondom, hogy miért különlegesek. Ez a szöveg, amelyet itt látunk, ez egy elbeszélő költemény. A két szöveget tartalmaz ez a kötet. Az első ez, a másik az egy török nyelvű, szintén elbeszélő költeménye, 15. századi szerzőnek a munkája. Ez azért különleges ez a szöveg, a tartalmát tekintve mindenképpen az, mert hogy ez egy pornográf elbeszélő költemény. Ez egy nagyon szókimondó pornográf elbeszélő költemény, ami a perzsa irodalmi hagyományban viszonylag ritka. A szöveg se a szerzőt, se a címet nem említi, de annyit tudunk róla, hogy minden bizonnyal oszmán környezetben készült. A középső képen látható egy szövegszéli bejegyzés, amely egy Cemáli Cselebi nevű költőnek a két pár versét írta a lapszélére. A Cemáli Cselebi valószínűleg 16. századi szerző volt, legalábbis a 16. századból több Cemálit is ismerünk. A szöveg, mint említettem, nem említi sem a szerzőt, sem a címet. A perzsa irodalomtörténeti munkák egy olyan ilyen pornográf témájú szöveget emlegetnek, amelyet egy 11. századi szerzőnek, egy bizonyos Azraki Heravinak tulajdonítanak, aki egy szeldzsuk uralkodó férfiasságát emelendő írta meg ezt a szöveget. Azt is tudjuk, hogy ehhez a szöveghez általában képek készültek. És az a legszélső, legjobb oldal, leginkább jobb oldal, vagy a jobb oldalon szereplő oldal, az azt mutatja, hogy eredetileg ehhez a kézirathoz készültek volna a túrák, mert hogy üresen hagyták az oldalt, csak az alsó és a... Tehát a tetején és az alján van egy-egy pár vers. Hogy valóban ez a szövege az, amit én feltételezek, az még bizonyításra vár.
mehetünk tovább. A következő szintén egy különleges szöveg, és szintén egy, a feltételezéseim szerint egy elveszettnek hitt munkának a másolata. Az jól látszik, hogy az a címe, onnan el lehet olvasni, hogy Kaváfináme, ez egy rím gyűjtemény tulajdonképpen. A szöveg az két részből áll, jól látható, hogy két írnok másolta. A kezdet, a címoldal, ahol a pirossal föl van írva a cím, pár sorral lejjebb meg is nevezi a szerző saját magát, és itt Izzaddin Sarakszit ír, leírja a műnek a címét is, ami Kanzal Kaváfi, eszerint a rész szerint, és ha minden igaz, akkor ez szintén egy 11. századi munka, amelynek összesen egyetlen másik példánya ismert, ami a British könyvtárban van, és 17. századi. Ezt a kéziratot még később elő fogjuk venni egy teljesen másokból kifolyólag. Ugye az látszik, hogy a második képen az egy oszmán írnoknak a kezemunkája, legalábbis aki ezért. Mehetünk tovább. Megmutatok néhány olyan kéziratot, amely oszmán szerzőnek a munkája. Én ezt a önhatalmulag elneveztem ezt a műfajt ottománo-perzsikának. Ez egy teljesen föltáratlan terület, tehát nagyon kevés olyan szövegünk van, amely oszmán szerzőnek a perzsa nyelvi munkája, és rendesen ki volna adva. Az első szöveg, amely egy ilyen díszes unvánnal kezdődik, az Ibrahim Gülseninek a Mánevi című munkája, egy 16. századi szerzőről van szó, és ez egy hatalmas, ez is egy ilyen 40 ezer párversre rúgó elbeszélő költemény, egy szufi tematikájú elbeszélő költemény, amely Jalaleddin Rumi Mesznevi című munkájának a munkájára adott költői válasz volna. Ez a példány, ami itt van a gyűjteményben, ez a szövegnek csak egy kis részét tartalmazza. A mellette levő szöveg látható, hogy egy sokkal későbbi kéziratról van szó. Az Ibrahim Sáhidinak, egy szintén 16. századi szerzőnek a Gülseni Tevhid című munkája, amely az egyik első Rumi Mesznevijéhez írt kommentár, oszmán szerző által írt kommentár. Sáhidi egyébként arról is nevezetes, hogy eléggé sok perzsa nyelvű munkát írt, kommentárokat, és egy oszmán, mármint hogy egy perzsa-oszmán szótárnak is a szerzője. Mehetünk tovább. Kemal Pasazáde, aki egy eléggé ismert és sokat alkotott szerző volt. Ez a munkája, amelyből van egy példányunk, ebből se túl sok van egyébként az oszmán könyvtárokban se, egy Nigaristán címet viseli. Ez Szádi, egy 13. század végi perzsa szerzőnek a Rózsáskert Gulisztán címet viselő munkájára adott költői válasz. Ez egy etikai, morális kérdéseket boncolgató munka, ahol az egyes megállapításokat, hogy a szerző mondani valóját történetek illusztrálják. Azt várna az ember, hogy Kemal Pasazáde esetében ezek a történetek aktuális történetek, de nem, hanem ezek a történetek, ezek szeldzsukkori történetek javarészt, vagy még korábbiak. Ebben is utánozza egyébként Szádinak a gulisztánját. Az utolsó, amelyet ottománo-perzsikából mutatni fogok, a Szulejmán, a már emlegetett Neset Efendinek egy munkája. A Tercsümet el-Isk címet viselő munka valójában itt csalás, mert hogy ez nem perzsául van, hanem oszmánul van. De alkalmat szolgáltat arra, hogy elmondjam, hogy egy szintén oszmán naksbendi sejk, egy Bursából származó Muhammed Emin Efendinek a perzsául írt a naksbendi világlátást összefoglaló munkájának az oszmán fordításáról van szó. És akkor a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy valami az oszmán birodalomból származik, ott másolták, vagy valamiképpen kötődik az oszmánokhoz. Hát elsősorban onnan, hogy vannak nekünk
írnokaink, akik időnként belefirkálnak a művek végére, és leírják, hogy hol, mikor és kikészítette a másolatokat. Ezt a kolofont, amely egy érdekes módon egy vidéki perzsa szúfinak az élettörténetét írja le, ezt Edirnében másolták 1512-ben. Egy perzsa nevű írnok másolta, hogy ez Edirnében miért kellett valakinek ennek a, hogy azt mondjam, no-name sejknek az élettörténete, ezt nem tudjuk. Azért érdekes ez a kolofon, többet nem hoztam ebből a szövegből, de így is látszik, aki az arab írást ismeri, az tudja, hogy pontok különböztetik meg a betűtesteket egymástól. Ez a kolofon, ez pontok nélkül készült, és valójában a szövegnek a második fele az, a feléből hiányoznak ezek a pontok. Mehetünk tovább. Itt van annak a szövegnek a kolofonja, amelyet már mutattam, hogy két részből áll, és hogy Izzaddin Szaraxinak a munkája. Ez azért érdekes, mert itt is van egy helység megnevezés. Tokatban készült a másolat, 947-ben, ami 1540-nek felel meg, de a kolofont azt teszi igazán izgalmassá, hogy két írnok van megnevezve benne. Az első Tokatban másolt valamit, amit valószínűleg a második írnok, aki már nem nevezi, aki nem mondja meg, hogy ő hol másolta, 3 évvel később lemásolt. Egy tipikus oszmán nasztalikról van szó. Mehetünk. Nagyon gyakran a tartalomról lehet tudni, hogy oszmán vonatkozású a kézirat. Itt Dzsáminak a díványára versgyűjteményéből látunk egy oldalt. Dzsámi az utolsó nagy perzsa klasszikus költő, 1402-ben halt meg, a perzsa irodalmi kánonnak az utolsó nagy alakja. A róla szóló, de egy közép-ázsiai török szerző, Mir al-Isir Nevai által megírt, közép-ázsiai török nyelven megírt munkának az oszmán fordításából van ebbe a kéziratba bemásolva egy rész. Mehetünk tovább. Nagyon gyakran tartalmaznak a kéziratok lapszéli és szövegközti jegyzeteket. Ez Háfiz az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb perzsa költőnek a divánjának az egyik példánya, amelybe oszmán török nyelvű szövegközi jegyzetek vannak, és ott a lapszélén pedig látszódik egy szövegmagyarázat, amely a 16. század, van megírt, és azóta is folyamatosan használt, sőt perzsára is lefordított oszmán Háfiz kommentárnak, a boszniai szúdinak a kommentárjából idéz a szöveghez illő részt. Mehetünk tovább. Vannak ilyen egyéb érdekes belefirkálások a kéziratokba. Ez például egy indiai szerző Mahmud Gavánnak, a Bahmanidák vezírjének levélgyűjteményét tartalmazó kézirat, amelybe valaki a lapszélére egy történelmi eseményről emlékezett meg, méghozzá arról, hogy 974-ben egy arab zálde nevű kádi, akit Egyiptomban neveztek ki, útközben a tengerbe veszett, és nem ért el az állomás helyére. Mentünk tovább. Néha verseket is belefirkálnak a kéziratokba. Ezek a versek adott esetben kormeghatározásra is alkalmasak. Ez a vers Dzsáminak a Szubhatul Abrár című elbeszélő költeményének az első oldalára van beírva, és azt lehet megtudni belőle, hogy egy Sefki nevű költő írta, akiről sehol semmit nem lehet találni. Mégis alkalmas a vers a kor meghatározásra, mert egy olyan versmérték, rím és refrén kombinációt tartalmaz, amely csak a 16. században volt népszerű, tehát valószínűleg maga a kézirat is akkor keletkezhetett. Ezt Kovács tanár úrnak köszönhetem, hogy ezt elolvasta nekünk. Ez a szintén 16. századi munka, ez az ottománo-perzika kategóriába tartozna, Németullah nevű szerzőnek a perzsa
oszmán török szótárának a végére van belefirkálva egy szöveg, amely egy mintaszöveg arról, hogy földátruházási szerződéseket hogyan kellene megírni. Hogy ezt miért írták bele, azt igazából nem lehet tudni. Ott a felső sarokban levő szöveg pedig egy valakire utal, aki egy Csirpan nevű helyiségben élt, amely most valahol Plovdiv környékén van. Vannak nekünk tulajdonosi bejegyzéseink is, időnként egészen izgalmasak. Ez a maga a munka és az ottománo-perzsika kategóriába tartozik. Idris Bitlisi nevű történeti író, Hasbihis 8 Mennyország című munkájának egy kötete van meg itt a keleti gyűjteményben. És ebbe szerepel az első oldalon ez a bejegyzés, amelyikből az derül ki, hogy a szultáni orvosok főnöké, oda van írva, hogy Rajszul Etibbá a szultáni, és az évszám 1219 a hijzsra szerint, tehát az ő tulajdona lehetett. Mehetünk tovább. Szintén oszmán eredetre utal, hogyha van benne egy olyan pecsét, amelynek mondjuk értelmezhetően oszmán felirata van. Ebbe például az van beleírva, hogy az edirnei régi szarályban való olvasás véget vették ezt a könyvet, amely egyébként egy insá, tehát ilyen levélgyűjtemény. És akkor az utolsó, talán a legérdekesebb, ezt oszmanistáknak mondom, oszmanisták számára József Hammer Purkstálnak a neve nem ismeretlen, de talán vele kapcsolatosan ez a következő történet nekik is újdonság lesz. A kéziratok között, ez a kézirat igazából csak érintőlegesen kapcsolódik az oszmán kultúrkörhöz. Kéziratok között van egy okirat, amelyről a fölé írt cím szerint kiderül, hogy ez a nap és, vagy oroszlán és nap perzsa kitüntetésnek, vagy rendnek az adományozási okirata. És nagyon sokáig nem tudtunk vele mit kezdeni. Az kiderült belőle, hogy egy osztrák alatra valóról van szó, és kiderült belőle az, hogy Marcus Aurelius elmélkedéseinek a perzsa fordításáért kapta az a valaki, aki kapta. És hát addig-addig keresgéltünk. Itt bele van írva, most csak azért jövök ide, hogy ha esetleg valaki innen látja, ide van beleírva a neve a megadományozottnak, ami innen úgy tűnik, hogy HLMN, ami egyértelmű. És ez okozott igazából nagyon nagy fejtörés sokáig, de mondjuk a szövegből az nagyon jól látszik, hogy ezt nem egy bennszülött kéz írta. Tehát ez egy európai, gyakorlatlan európai kéznek a munkája. És kiderült, hogy valószínűleg egy divánival írt eredetit nem tudott, tehát egy meghatározott betűtípussal írt eredeti szöveget, perzsa nyelvű szöveget nem tudott értelmezni a másoló, és a Hammert, ahol egybeírta ezt az oszmanistáknak mondom, a hát az aliffal, és úgy húzta meg, azt olvasta annak, ami. A történethez hozzátartozik, hogy Hammer Purkstál valóban lefordította görögről Marcus Aurelius elmélkedéseit. És ennek pedig az volt a magyarázata, hogy ő úgy gondolta, hogy ahogy a kelet gondolkodói megtermékenyítőleg hatottak a nyugat gondolkodására, ezt a nyugatnak valahogy viszonoznia kell, és ő Marcus Aureliusnak az elmélkedéseit tartotta olyan műnek, amely hasonló hatással lehet a keletieknek, ahogy ő mondta, a keletieknek a gondolkodására. Az a vicces a történetben, vagy az érdekes, hogy ő ezért a fordításért kétszer kapott kitüntetést a perzsa sahtól. Először az 1810-es éveknek az elején, akkor megkapta a naprendet. És aztán, amikor elkészült az egész fordítással, amely aztán megjelent 1831-ben, ha jól emlékszem, akkor megkapta a nap és oroszlán rendet. A sah hogy került a képbe, ezt igazából nem sikerült kinyomoznom,
mert hogy Hammer a fordítását a szultánnak ajánlotta, és ez a levele a Topkapiban mind a mai napig meg is található. És én ezzel most be is fejezem, és köszönöm szépen a figyelmet.